Sziasztok, mit szeret a Wall Street, és mi a Wall Street stratégiája jelen pillanatban, mert hogy nagyon-nagyon erősen lefelé zuhan a piac, és mindenki kérdezi, hogy vajon meddig megy, hova megy, stb. stb. Úgyhogy jó lenne erre megtalálni az okot, meg is találtuk, be is mutatom, bár volt egy kis problémám azzal, hogy mi is legyen a mai videó témája, mert hogy kezdi felütni a fejét a Vikov stratégia újra, megtaláljuk mindenféle csárton, egy percestől egy naposig, Úgyhogy ha szeretnétek erről egy oktató videót, és kitalálni, hogy hol, miért és mikor érdemes alkalmazni a Vikov stratégiát, akkor mindenképpen írjátok meg nekem a komment szekcióban, és én nagyon szívesen elkészítem az oktató videót a következő hétvégi videó alkalmával. Ne felejtsd el megírni a komment szekcióba. Most pedig nézzük meg, hogy mi a stratégiája a Wall Streetnek, és miért megy lefelé a piac. Ehhez három fontos dolgot ki kell emelnünk rögtön az elején, amiről a tavalyi évben igyekeztünk figyelmeztetni benneteket. Az egyik, az a lehetőség, hogyha a munkanélküliség emelkedik, beszéltünk róla, hogy ez beindíthat némi problémát. A másik, hogyha visszatér az infláció, mert ez elmélyítheti a problémát, ami beindult a munkanélküliség miatt. A harmadik pedig a nem várható kamatvágás, mert ugye nagyon sokan vártátok, hogy legyen, de aztán nem jött. I'm sorry és gyakorlatilag ez az a három pont, amiből felépül a Wall Streetnek a jelenlegi stratégiája, amely gyakorlatilag egy reakció egy korábbi market maker stratégiára, a végére világos lesz pontosan, hogy miről is van szó. Most nézzük meg, hogy mi történik jelen pillanatban a piacon. Először is a munkanélküliség emelkedik, bár nem annyira erős mértékkel, hogy az új um, definíciója alapján a recessziónak kijelenthető lehessen az Egyesült Államokban, egy recesszió van. It's a mert in ugye ezt pár ország megtette már, mint például Németország, Magyarország, Anglia, stb. 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 Ugyanakkor az Amerikai Egyesült Államok ezt nem igazán szeretné még egyelőre elismerni. Nyilván választások előtt ez egy eléggé kellemetlen szituáció lehet. Ha esetleg van kormányváltás, akkor egészen biztosan sokat fogunk erről még hallani, hogy mi is történt 2023-ban és 2024-ben az Egyesült Államokban. Viszont jelen pillanatban a hamis kormányzati állásokat már ez miatt nem igazán tudják takarni a kamu számokkal, de mik is azok a kamu számok, és hogyan csalják el ezeket a, az úgymond nem betöltött állásokat. Ha megnézzük, hogy milyen állásokat jelenítenek meg jelen pillanatban az Egyesült Államokban, amiket létrehoztak, akkor látjuk egyértelműen, hogy a legtöbb az egészségügyi szektorban és a kormányzati szektorban van, ami azt jelenti, hogy mind a kettő a kormányzati szektorból származik, tehát gyakorlatilag létrehozzák az állásokat, beiktatják, hogy létrehozták, de betölteni már senki nem tölti be. No Tehát verheti a mellét a kormány, hogy ha létrehoztam, mi hoztuk létre a legtöbb állást, ami létezett, de az emberek már nem tudják betölteni, mondjuk lehet, hogy csak egy dollárért, mert ugye ennyit ajánlottak amúgy is. Szóval az egészségügyi és a kormányzati állások nem betöltöttek ebből a szempontból, miközben egyébként a gazdaságnak a többi része hanyatlik, és ott például felvennének ténylegesen embereket, de nem tudnak, mert hogy vagy nincs kit, vagy nem tudják már megfizetni, mert hogy az infláció is emelkedett, és nyilván a fizetések is emelkedtek. Tehát ez a fajta emelkedés az unemployment rate-ben, tehát a munkanélküliségi rátában, amit a háttérben is láttok narancssárga vonallal, még nem egészen elég ahhoz, hogy ez tényleg beindítsa a bajt, de már elkezdett felfelé kúszni, és erre igen csak vigyázni kell. Egyébként technikailag már van recessziónk, csak ugye hát amíg ezt a kormány nem ismeri el, addig valójában ezt le is tudják kommunikálni. Tehát még nem bizonyítható papíron az, hogy recesszió van. Viszont van egy második pontunk is, az pedig az infláció visszatérte. Tavaly évben nagyon sokszor figyelmeztettelek benneteket arra, hogy ha esetleg az energiaárak újra emelkedésbe kezdenek, akkor az infláció vissza fog térni. Ugyanis nem az a legfőbb indok, tehát nem azt az indokot kell legfőképpen megkeresnünk, hogy miért kezdett el nagyon erősen emelkedni erre, több százat is mondhatnánk, I thank you. I thank you for your attention. hanem azt kell kitalálnunk, hogy miért süllyed lefelé. És ugye nagyon sokszor beszéltünk arról, hogy gyakorlatilag az energia árak nyomás alatt tartása volt felelős azért, hogy az infláció mértéke visszacsökkenjen. Ez nem azt jelenti, hogy az árak is visszacsökkentek, ez azt jelenti, hogy az áremelkedés lassult, de attól még emelkedés maradt. És ugye a cél az lett volna a Fednek, hogy a 2%-ot elérjék, Hosszú távon természetesen, de már annak is örültek volna, hogyha azt látják, hogy el fogják tudni érni. Csak hogy ha nem tudnak már elég nyomást helyezni az energiaárakra, mert közbeszólnak geopolitikai események, akkor nyilvánvalóan probléma lesz, hiszen ha újra emelkedésbe kezdenek az energiaárak, akkor vissza fog térni az emelkedő infláció, amely komoly problémákat fog jelenteni, és természetesen a munkanélküliséget is fel fogja lendíteni egy picikét, mint a nagyon jó ipar lenne, egyébként nem. Viszont ez fog történni, ugyanis az olajár nagyon durván megindult felfelé, már nem most, tehát lassan el kell kezdjük látni őket a CPI és egyéb inflációs számokban, emellett ugye nyilván más energiárak is szépen elkezdtek húzni felfelé. Itt a fekete szaggatott vonalon azt látjátok, hogy már szépen jövünk a 0% fölé, és valószínűleg még egyszer ennyi távolságot meg fogunk tenni, tehát számíthatunk arra, hogy gyakorlatilag ez kiváltja majd a CPI agresszív növekedését és akkor van itt még egy pont, az pedig a kötvényhozamok, és a kamat, tehát gyakorlatilag ugye beszélgettünk arról, hogy visszajön -e az infláció az energiárakkal, vagy sem, és az is egy kérdés, hogy szükséges-e, hogy esetleg a Fed emeljen kamatokat csak azért, mert visszatért az infláció, hiszen nyilván a kamatemelésnek az a célja, hogy az inflációt lenyomja. Na most ez nyilván függ attól, hogy mekkora mértékű lesz az infláció, ezt viszont tök jól tudjuk mérni a két éves és a tíz éves hozamokban, amelyekből a 10 éves jelenleg 4,5%-on van, a 2 éves pedig 4,9%-on. Amikor egyébként a Fed elkezdte a Fed Post, úgymond, amikor megszüntette a kamatemelést, de még nem kezdte el a kamatvágást, akkor gyakorlatilag ezek a mérőszámok 5% környékén voltak, ekkor ragadt a Fed kamata 5,33%-on egészen pontosan, és ez bőven elég volt ahhoz, hogy fenntartsák a megfelelő körülményeket egy bizonyos ideig, ahhoz, hogy majd idővel, ha esetleg úgy alakul a gazdaság, akkor ne kelljen a kamatot vágni, amely így ebben a formában elhangzott, csak az nem, hogy mikor, és azt is nagyon hangsúlyozta egyébként a Fed, hogy egyelőre erre még nem sok lehetőség van, bár tisztul a kép, de ha esetleg a geopolitika is úgy alakul, akkor bizony továbbra is ki kell tartani a magas kamatokat, vagy akár vissza is kell térni a kamatemeléshez abban az esetben, ha az infláció túl Magasra emelkedik. Magyarul itt azt mérjük, hogy újra 5% vagy fölé tud-e emelkedni a 10 éves és a 2 éves kötvényhozam. Ha igen, akkor az infláció már bőven magasabban jár, amely azt jelenti, hogy kénytelen lesz kamatot emelni a Fed. Tehát még sokat kellene emelkedni ezeknek a kötvényhozamoknak, hogy kamatemelés történjen, de van rá esély, hiszen emelkedik, viszont egyelőre nem feltétlenül ez a legvalószínűbb forgatókönyv, ha csak nem a geopolitikai e, problémák miatt esetleg tényleg kicsúszik az irányítás alól ez az inflációs dolog. Szóval vizsgáljuk meg, hogy mit tudunk jelenleg, tehát mink van. Először is van egy önmagát igen kényelmetlenül érző piac, mert hogy mindenki hit a soft landingben, amely nyilván valóan nem történt meg, és nem is történik meg. Ezzel kapcsolatban valóban kicsit túl könnyelmű volt a Fed egyébként, az azzal szem, abból a szempontból, hogy miket mondott, és miket nem, hogy miket tudnak elérni, és miket nem. Másodszorra van itt egy csalódottság, mert egy nem lesz soft landing, tehát a kamatvágás sincs még, és egyelőre nem is lesz. Egyébként a képen láthatjátok a soft landinget, ami a Fed szerint el fog jönni. Körülbelül ezt a forgatókönyvet lehet leírni. És egyébként itt van a harmadik pontnak az aggódás az emelkedő infláció miatt, amely bántja a vállalati margint, és itt nagyon nagy hangsúly van, hiszen hogyha a vállalati margin egy kicsikét sérül, akkor és most pont egyébként egy corporate earnings seasonben vagyunk, ha ez esetleg már mutatja, hogy tényleg, tényleg a vállalatok nagyon-nagyon szenvednek az infláció miatt, akkor az a következő negyed évig minimum, de még két negyed évig ki fog tartani, amely nyilván vissza fog köszönni majd akár az S&P 500 vagy a NASDAQ csártyán is, de van itt még valami, és ez igen fontos, és itt jön a Wall Street stratégiának a lényege és ez pedig a VIX. Ugyanis a VIX, ami ugye az S&P 500 opciós piacának a volatilitásán alapszik, egy igen jó stratégiát nyújtott nem régiben. Ugyanis 2020-tól gyakorlatilag a VIX short, mert hogy a volatilitás ugye mindig visszatér, vagy visszaesik, egy igen jó biznisz volt. Szóval a VIX short biztos pénzt nyújtott akkor, és a mai napig is úgy gondolják egyébként a kereskedők legnagyobb része, hogy a sortolni a VIX-et, az egy biztos pénz, egy biztos biznisz, kivéve, amíg majd nem lesz az nyilvánvalóan, mert hogy a volatilitás bár mindig visszaesik, és ugye ezért van az, hogy ha a piac egy nagy része el is adna már, akár tök sok put szerződést vásárolnak, amit ugye sokszor láttunk az opciós piacok állapotáról, viszont nem láttuk, hogy megindult volna az S&P 500, sokan nem értették, hogy miért. Ugye a market makernek ilyenkor hedzselnie kell ezeket a vásárlásokat, tehát nyilván vásárolni fog majd, és mivel az eladásra hajtó put szerződések nem aktiválódnak, így az árfolyam magasabbra fog menni, mert folyamatos market maker vásárlás van a piacon. Ha viszont a Wall Street azt látja, hogy a volatilitás nem megy le, nem esik vissza, akkor már nem mer majd vásárlásban sem a Wall Street, sem pedig a market maker visszajönni, tehát már nem fog annyit fedezni a put szerződésekből, és akkor bizony jönnek a változások, nagyon nagy változások, hiszen a Wall Street gyakorlatilag ezt a szituációt keresi. A Wall Street is addig tud majd longolni, amíg azt látja, hogy a market maker egyébként hedgeli a piacot, de ha ez nem fog bekövetkezni, vajon mit fog csinálni a Wall Street? Találgathatunk. Ugyanis jelen pillanatban, ahogy itt is látjátok, a csárton megint megtörte a VIX a 200-as mozgó átlagot, és hogyha nem tudja ezt visszafelé, lefelé törni, hanem ismét ápattan és is esetleg egy új higher high szintet csinál a VIX, akkor ezzel gyakorlatilag azt mutatja nekünk, hogy már a 200-as környékén konszolidált, tehát az volt az alacsony pontja, szóval a következő pont nagy valószínűséggel magasabb lesz, ami nagyobb volatilitást jelent a piacnak. Tehát aki esetleg boscsortolja a volatilitást, az még lehet, hogy éppen ezen a ponton fog ráfaragni. Szóval ez egy nagyon fontos dolog, hiszen azt jelenti, hogy a retail kereskedők gyengénreje már nem nagyon tudja visszafogni a piacot, az opciós kereskedéseket, főleg a sokat emlegetett ugye nulla napos opciós kereskedésekkel, vagy szerződésekkel, amiből nem látunk semmit, hogy milyen irányba megy, meddig fog tartani, és ezért egy hatalmas veszélyt jelent, hiszen már tudjuk, hogy több mint 50% az opciós szerződéseknek ilyen fajta, és a vix pedig csak a 30 nap vagy azon túli lejáró opciós szerződéseket látjuk. A VIX már szól, hogy baj van nyilvánvalóan, de még nem konfirmálta ezt egy visszaeséssel, elpattanással, elég ilyen nagy szükségünk van. Szóval vannak jelek, hogy az okos pénz a Wall Street oldalt váltott, vannak jelek, hogy már nem a longot keresi a Wall Street a piacon. Ez elég egyértelmű egyébként, hiszen lefelé megynek mennek az árfolyamok. Szóval VIX short helyett az S&P shortot választják, mert hogy elrúgaszkodtak a valóságtól a Strike Price árak az opciós szerződéseken, és ez komoly problémát fog jelenteni. Ez az új stratégia, de nyilvánvalóan, amit most látunk, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy például ezen a ponton indult be a gépezet, és most kezdődik el az a nagyon nagy szakadás, amit nagyon sokan várnak a piacon, és megmondom őszintén, hogy én is teljesen realisztikusnak látom, hiszen, hiszen egyértelmű a piaci felállás, és egyértelműen halad az Egyesült Államok a recesszión belül, a felé, hogy végre kijelenthessék, hogy recesszióban van. És ez még pluszban nem fog jót jelenteni. És akkor még a kamatvágásig el sem jutottunk, ami úgy tűnik, hogy később fog bekövetkezni. Magyarul szerintem a részvénypiacon jelenleg nem azt látjuk, hogy megkezdődött a nagy buli, hanem azt látjuk, hogy megkezdődött egy buli, leteszteli a Wall Street, hogy milyen, amikor sortolja a piacot, megnézi, hogy mennyit kell majd utána hedgelnie a market makernek, hogy az opciós szerződéseket még egyensúlyba ta tudja tartani, vagy sem. Lesz egy pont, ahol ez a zuhanás meg fog állni, nem lesz olyan nagyon alacsony, de nem is lesz olyan nagyon magas, és onnan nyilván meg fog próbálni újra felállni a piac. Ez a megpróbálás lesz majd nagyon fontos, nem is az, hogy milyen magasra megy el, hiszen ilyenkor legtöbbször egyébként fát szokott szúrni egy higher high szintig, magyarul a nagyobb indexek akár csinálhatnak egy all-time high-t is, azt kell megnézni, hogy milyen szerkezetű a vásárlás, amit ugye szoktunk a Pro szinten folyamatosan kísérni, hiszen folyamatosan követjük a hat piaci főágazatot, hogy ez milyen formában hat majd a piacra, az opciós szerződéseket is szoktuk figyelni külön. Szóval, hogyha azt látjuk, hogy az opciós szerződések gyengék, vannak putszerződések, de mégis felfelé mennek az árfolyamok, akkor visszatér a market maker a hedgeléshez, ami azt jelenti, hogy a Wall Street reagálni fog, és természetesen még fogják fölfelé tóni egy picit a piacot. Ha viszont ez már nem annyira igaz, és nem annyira vannak long pozíciók, putszerződésekből is viszonylag kevés van, és csak egy szimpla kereskedői korrekciót látunk a piacon, akkor nagyon erősen feltételezhetjük, hogy a következő hullám lefelé meg fogja haladni azt az előző alacsony pontot, amit éppen most próbálunk kialakítani. Szóval ilyen két tűz között vagyunk jelenleg, az, hogy most tényleg megindult-e végleg lefelé vagy sem, végleg idézőjel elkezdeni egy bértrendet, azt még nem tudjuk kijelenteni, de nagyon erősen figyeljük. Ha te is akarod velünk figyelni, akkor gyere el a pró szintre, mert hogy mindennapi téma, és gyakorlatilag minden nap foglalkozunk vele, mindenféle elemzéssel együtt, igen, például a nasdaq is, és az S&P 500 is, szóval érdemes ellátogatni, és megnézni legalább egy hónapra, hogy ezt tetszik -e neked, vagy sem, mert nagyon sok piaci információ van. Ha pedig még nem érzed készen magad, akkor természetesen fel tudunk készíteni rá, erre vannak az 50 szintek, szépen sorba rakva, ott nagyon szépen fel tudsz készülni, áthaladni az anyagokon, és utána esetleg ellátogatni a próra, hogyha folyamatosan szükséged van a piaci információkra. Várunk sok szeretettel, várom a kommenteket, dob nekünk egy lájkot, és természetesen, ha van kedved, akkor hozd meg a videót, és találkozunk a következő videóban. Addig is sziasztok!